Tisztelt nézők, a Centrum Könyvklub mai vendége Sári László, József Attila díjas tibetológus, és még sorolhatnék néhányat a különböző területek közül, amelyekkel mesterszinten foglalkozik. Most ezeknek az egyik gyümölcséről, egy új könyvről kezdünk el beszélgetni, hiszen Lincsi apát pesti rokona megjelenik a könyvhéten és a magyarországi könyvpiacon. Szóval, hogy kerül ide ez a rokon? Igen. Kiféle, miféle ez a Lincsi apát, ugye? Ez már egy több évtizedes kérdés, amit az olvasók föltesznek, de én magam is fölteszek néha magamnak. Hogy lett valahogy a magyar irodalomban egy ismert hős, azt bizony nehezen tudnám megválaszolni. Valószínűleg azért, mert olyanféle dolgokon töri a fejét, aggodalmasan, de néha könnyedén, szellemesen is, amely dolgok a mi mai nyugati életünkben, ugye itt Magyarországon mi bizony eléggé nyugati módon élünk, tehát akármennyire köztes helyzetben vagyunk, ilyen szempontból nyugatinak mondható az életünk, a kultúránk, a gondolkodásunk, a szemléletünk. Na szóval Lincsi apát is tud így gondolkodni, és ezért lett népszerű, vagy olvasott legalábbis. Körülbelül 20 éve jelennek meg Lincsi apát történetek, amelyeket egy Sulace nevű tanítványa jegyzett fel a 9. század végén, akiről aztán kiderült, hogy egy pesti rokon. Tulajdonképpen én lennék az. Egy idő után elárultam az olvasónak, hogy a Sulace azt jelenti kínai nyelven, a su írás, az a sári fordítva, a la az húzni, vonni, a ce meg szerényen, aki ezt tudja, vagyis hát tollforgató, írás tudó, szóval aki ezt csinálja. Na szóval Lincsi apát így módon valahogy becsusszant, vagy keveredett a mi itteni életünkbe, gondolkodásunkba, és hála Istennek szolgál olyan régi ázsiai gondolatokkal, elgondolásokkal, sőt gyakorlati megoldásokkal is a mi mai életünkhöz, amelyeket haszonnal tudunk alkalmazni. Én most közbevágok, mert az egyiket megjegyeztem, mert ez különösképpen tetszik, remélem jól idézem. Vajon ki a pofon? És miért kapom? Jobb, ha tudom, vagy jobb, ha nem tudom, mondta Lincsi apát. Szóval ilyen típusú dolgok hogy kerülnek ide? Kicsit zavarba ejtő kérdés, erre sem könnyű válaszolni, de hát ilyen az életünk. Nem kapunk eleget innen-onnan, sőt, már azt sem tudjuk honnan mindenféle pofonokat és sérelmeket, egyebeket, hát örömöket is néha, de hogy mit kezdjünk vele? Egyáltalán. Hogyan viszonyuljunk az életünk örömeihez és csapásaihoz? Hát bizony nem könnyű ezeket megválaszolni. Lincsi ezekre a kérdésekre a maga módján választad, és úgy látszik, hogy egy kis megkönnyebbülést hoz az olvasónak, mert azóta is kedvelik, ugye, és kérdezgetik, hogy végül is létező személy volt-e, vagy csak egy fiktív irodalmi hős, a Sulace ki volt, na hát ugye most már elárultam, hogy a pesti rokon kínai neve Sulace, és az én magam lennék. Tehát úgy éreztem, vagy úgy éreztük, Lincsivel, Sulacival és én magam, hogy hát ezzel a feltárással, mondjuk, hogy vallomással tartozunk az olvasónak, és még azzal is, hogy miféle közös
elgondolásaik vannak az életvezetés alapkérdéseiről a pesti rokonnak és a régi-régi kínai szerzetesnek, az öreg Kína egyik legeredetibb figurájának, aki különben, hogy ne tartsunk senkit sem bizonytalanságban, valóban létezett, de nagyon keveset tudunk róla. Azt tudjuk, hogy egy extravagáns figura volt, és hát valamit, néhány gondolatát lejegyezték a tanítványok, de ez olyan kevés, hogy tovább gondolásra nem elegendők, viszont a figurája és ennek az egésznek a kibontása, amit ő fölvetett, de hát csak halványan, és a tanítványok közvetítettek, ez alkalmas volt arra, hogy kibontsuk, kifejtsük tovább, még most is a mai világban. Így aztán most már kb. 300 kis történet meséli el, hogy hát mik azok az alapkérdések, hogy megint ezt a szót használjam, amelyek úgy látszik, hogy a világ minden zugában és minden korban foglalkoztatnak minket. Hát ezekről szól a Lincsi apát pesti rokona című kötet. És most csak talán éppen ezért, hogy tudnilik nagyon kevés alapból, történelmi dokumentumból indultál ki, és aztán abból született rengeteg minden nagyon izgalmas gondolat. Egyáltalán, hogy keveredtél te erre az útra? Szóval mi az, ami bevonzott téged a keleti gondolatvilágba, a tibetológiába? Az ember otthon ül és mozdonyvezető szeretnék lenni, vagy tibetológus, szóval. Igen, hát ugye ez is egy... A saját esetünkben is nagyon nehezen megválaszolható kérdés. Ki tudja, hogy a saját élet miből alakul ki? Tehát, hogy történik az, hogy olykor hagyjuk magunkat sodortatni az élettel, a körülményekkel, máskor a sarkunkra állunk, és pontosan tudjuk, hogy mit akarunk minden körülménnyel szemben. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos, izgalmas kérdés. Sőt, azt kell mondanom, hogy az egyik legfontosabb, mert amíg nem tisztázzuk viszonylag ifjan, hogy mit is akarunk, addig nem tudjuk, hogy miért is kelünk fel minden reggel, és merre induljunk, hova, mihez kezdjünk magunkkal. Tehát mire való ez az egész, ami itt véletlenül az ölünkbe hullott, ami mi vagyunk testileg, lelkileg, szóval ezt valahogy okosan kellene valamire használni. Tehát nagyon, nagyon fontos kérdést tettél fel. Én úgy emlékszem, hogy a legerősebb hatással rám talán apám volt, aki nem volt orientalista, viszont az ázsiai tengereken hajózott, mert tengerész volt. És már mellbevágtak azok a képeslapok is, amiket küldött, pálmafák, gyönyörű színes ruhában, asszonyok, tengerparton, egy kis romantika is, meg azért igazi őszinte kíváncsiság is vitt ebbe a világba. Szerintem már ezeknek a képeslapoknak, meg az ő történeteinek a hatására. És aztán később nagyon akartam, hogy magával vigyen, azt hittem, hogy hát ennek semmi akadálya, csak ő valamiért nem akarja, és tulajdonképpen megharagudtam rá, és dacból még inkább oda képzeltem magam. Később már olvastam is, ugye e tárgyban mindenféle könyveket, amiket találtam a legközelebbi könyvtárban, meg az iskolában. Szóval tényleg dacból, haragból oda képzeltem magam azért is, és aztán így maradtam. Szóval annyit képzelődtem erről, hogy
hogy tényleg, tényleg oda vitt az élet. Hát nem éppen a meleg tengerekre, a meleg tengerek helyett a hideg tibeti hegyekbe, amely holdbéli táj, de nem sokan tudják, elmondom, hogy az volt a másik óriási löket, mondjuk így, mert tényleg hatalmas lökést jelentett, amikor erről tudomást szereztem, hogy a tibeti írásbeliség terjedelmesebb, mint mindaz, ami latin nyelven megszületett a földgolyón. Hú, hát mit mond ilyenkor egy kamasz? Azt mondja, hogy ott vannak a világ titkai elrejtve, ezekben a még soha senki által nem olvasott tibeti írásokban. Megyek és föltárom a világ minden titkát, gyerünk! Úgyhogy ez volt, ami azt a meleg tengerektől, meg a gyönyörű fűszoknyás lányoktól, meg a pálmafáktól elvitt errefelé. Hát aztán persze nem volt világmegváltás ezekben a szövegekben sem. De azért meg kellett tanulni például tibetiül, nem? Hát azt, igen, ez azt meg kell. Hát igen, hogy az ember rájöjjön, hogy bizony a legtöbbje ennek a hatalmas írásbeliségnek hát se füle, se farka. Ez onnan származik, hogy rengeteg tibetit tettek be a kolostorokba, tibeti ifjút. Azért, mert a föld, az a soványka, holdbéli, ahogy az előbb is mondtam, köves, kavicsos talaj nem tud munkát adni a falvak ifjúságának, fiataljainak, főleg mezőgazdasági munkát nem. Na most, hogy ne essenek neki a földnek, ne kapálják bele azt a vékony kis termő földréteget a kavicsba, alatta, köves, sivatagi talajba, mert akkor már a következő évben nem terem meg a gabona benne. Hát kolostorba küldték őket, az a szabály elképzelés lépett életbe, hogy a szent tanításnak minél több ifjat áldozni, és elküldeni otthonról, a földekről, a földektől, a földek közeléből, igen nagy dicsőség. És akkor ezek az ifjak, ugye hát más dolguk a kolostorokban nem volt, művelt szerzetesekké váltak, de hát nem voltam mindegyik olyan igazán nagy lángelme, összeírtak ezek hetet, havat, na ebből lett ilyen terjedelmes, de nem igazán elmélyült, hasznos irodalom, de legalább tényleg nem találták fel a tibeti föld halálára a nagyüzemi mezőgazdaságot, meg a műtrágyát, meg a nem tudom micsodát, hanem ezzel a ravasz módszerrel a falvak öregjei megmentették a földet, megmentették a gabonát, nagyon izgalmas, megmentették az élelmiszerellátást az ő köreikben, de ezt olyan ügyesen tették, hogy ők látták el a szerzeteseket, a kolostorokban élő szerzeteseket is élelemmel, nekik többnyire tilos volt dolgozniuk, és nem tud a tibeti történelem éhínségről. Pedig bizony ott olyan körülmények között, olyan mostoha körülmények között nem kis ügyesség kell ahhoz, hogy megtermeljék az élelmiszert. Gyümölcsök, gyümölcsfák, zöldség nem igen terem meg. 4-5 ezer méter fölött már alig él meg valami szárazabb kóróféle. Az árpa egyedül, ami tűri valamennyire azt a klímát. Na szóval nagyon-nagyon ügyesen kellett termelniük, de ez olyan sikeres volt, hogy eltartották a szerzeteseiket is. Volt olyan időszak, amikor a tibeti lakosság egyharmada kolostorokban élt.
Hát azért ez nem akármi, az önkorlátozásnak egy gyönyörű példája. Azt hiszem, a nyugati világ a maga féktelenségét, vagy a magunk féktelenségét tekintve sokat tanulhatna belőle. Na, szóval ez aztán odavitt, és eféle kérdésekkel ott is tartott magánál. Ezek roppant izgalmas társadalmi kérdések, azt hiszem, és hát a személyes élet is fölvett néhány égető kérdést, amit aztán nekem leginkább Lincsi apát kezdett. Igen, mert megint visszatérjünk, mert ez az az irányzata a buddhizmusnak, amely talán a legerősebben érinti meg az embert. Ez az japánul zen, kínaiul chan buddhizmus, ami attól olyan kellemesen fordul felénk a dilemmáival és az elgondolásaival, hogy vállalja a humort, és vállalja a lírát is, és végtelenül őszinte, nagyon őszinte. Tényleg olykor megdobban az ember szíve, hogy jaj Istenem, hát én is pont itt tartok. Én is pont ezekkel a kérdésekkel küzdök, vesződök. Hát, na, gyerünk, lássuk, ti mit gondoltok róla. És akkor így összeérnek a kultúrák, és hát bizony ez lenne a helyes és szép és hasznos globalizáció. Körülbelül 42-50 kérdés jutott eszembe menet közben, de korlátozom magam, és egy picit visszakanyarodok az új kötetethez, annak is ugye a borítójához, mert tudnélik, ott is szerepel Kelet és Nyugat. Ugye oda van nyomtatva alcímként, és nemrégiben ugye egy monumentális munkád jelent meg, amely nem kötet formájában, hanem itt a számítógépemen van jelen pillanatnyilag, mint egy e-book, e-könyv. Korszerű vagy, nagyon hát korszerű. Nem tudom, de minden esetre ez egy gyors megoldás volt. És hasznos, megoldás. És hasznos is. Igen. Egyébként nálad elfogadott az e-book kategória, szóval hogy gondolkodsz, mint hogy szerző ne? Erről? Hogyne. Persze hosszan, nehezen olvasható szakszövegeket nem ajánlott e-bookon olvasni, azt jobb kézben tartani, de a könnyen emészthető szövegeket bizony nagyon jól be lehet falni, és bárhova el lehet vinni, ugye? Egy kis szerkezetben belefér a zsebünkbe. Igen. Több, egy fél könyvtárnyi. Igen. Jó, akkor ezt itten tisztáztuk, egyetért egyébként, igen. És mondjuk határeset ez a munkád, a könnyen emészthető és a nagyon mélyen elgondolkodtató kategória között, kinek mi. Ugye dilettánsok történelméről beszélünk, illetve beszélsz te, és egy olyan analízist adsz a keleti és a nyugati gondolkodásról, amely azt hiszem, hogy egyedülálló. Együtt élünk ezen a földgolyón, egyre jobban együtt élünk ezen a földgolyón, de úgy tűnik, hogy időnként azt állapítod meg, hogy fogalmunk sincs arról, hogy a másik kultúrkörben gondolkodók tulajdonképpen mi fán teremnek. Igen, bizony, néha úgy nézünk egymásra, mintha valami idegen bolygóról hullott volna a másik ide, és még sose láttunk volna hasonlót. Szóval az a baj, hogy a szellemi kincseinket nem osztottuk meg idejében egymással. Az sem véletlen, hogy nem Kelet fedezte fel Nyugatot, hanem a Nyugat-Keletet, de ami érdekelte, azok nem a szellemi javak voltak, ugye tudjuk, hogy 500 évig az úgynevezett gyarmatosítás az anyagi javak iránti érdeklődést jelentette elsősorban,
és bizony a karavánok és a flották fél ezer éven átszállították keletről nyugatra az anyagi javakat, a szellemiekért pedig ki se nyújtották a egyébként magukat civilizátornak nevezett nyugati hősök a kezüket. Tehát van mit megtudnunk, megismernünk egymás kultúrájából. Ezzel szemben egyébként a kelet 5 perc alatt megtanulta a nyugati világot úgy, ahogy van, kultúrájával együtt, és ma már látjuk, hogy nyugati módon élnek ők is. Na most a dilettantizmus abban van, hogy kézenfogva haladunk egy olyan irányba, aminek nem látjuk a következő állomásait. Inkább azt gyanítjuk, hogy valami kellemetlen meglepetés vár ránk, vagy meglepetések sora vár ránk a elkövetkező időkben. A végállomás pedig még aggasztóbb. Tehát elfogynak a szellemi javaink, mert most már csak az anyagi létezésünk fenntartására fordítunk minden szellemi erőnket, fordítjuk minden szellemi erőnket, és elfogynak ugye a fizikai létfeltételeink is, ha így folytatjuk. Ezek eléggé közhelyes dolgok, a vízre, meg a levegőre, meg egyebekre gondolok. Nagyobb baj talán, hogy ezek megmaradnának, ha a szellemi javaink, hogy ismét ezt a szót használjam, értékeink, vagyis a szemléletünk, a józanságunk megmaradt volna. Ha tudnánk mértéket tartani, megint kimondom a szót, az önkorlátozást megtanulhattuk volna, ugye? Erre ma már képtelen, a nyugati és a keleti világ együtt halad, egy tényleg nagyon bizonytalan jövő felé, hogyha nem a nyugat fedezi fel keletet, vagy a nyugat fedezi fel, de az érdeklődése szélesebb, nem csak az anyagi javak iránt érdeklődik, akkor megtanulhattuk volna tőlük például az önkorlátozás különböző trükkjeit, a mérték tartás különböző módozatait, és nem élnénk abban a tévedésben, ami majd a bajnak valószínűleg legfőbb okozója lesz, hogy örökké gyarapodni kell, szükséges, és örökké valami újszerű, hatalmas és hatékonyabb dolgokkal kell előállnunk. A régi ázsiai kultúrák nagyon jól ismerték az elég fogalmát például. Ezért nem ők utaztak el a világ legkülönbözőbb sarkaiba, például nyugatra, türelmetlenül, kíváncsian, vágyódva valaminek a megismerésére és birtoklására, hanem fordítva történt, mi voltunk ilyen türelmetlenek és vágyódók, és hát kíváncsiak is egyben, ami nagyon sok hasznos felismeréshez vezetett volna, de hát nem éltünk az alkalommal. Ezért nézünk most egymásra ilyen furcsán, de már azt kell mondanom, hogy a mai Ázsia saját régi önmagára is ilyen csodálkozva néz. Hogy is elégedhettünk meg annyival, amennyiből egyébként nagyon szépen megvoltunk. Nem véletlenül a kínai az egyetlen kultúra a földkerekségen, amely változatlanul fönnmaradt 3000 éven át. Ráadásul a változásoktól óvták legjobban magukat, a társadalmi változásoktól, mert tudták, hogy ezek az embereket felkészületlenül érik, megzavarodnak, és
és bizony nem éppen bölcsen cselekednek ilyen krízis helyzetekben. Na, hát például ezeket is megtanulhattuk volna tőlük, hogy hogy kell a társadalom létezésén, szilárd stabilitásán keletkező, az együttélés bevált módozataink keletkező repedéseket betömni, úgy, hogy ne keletkezzenek abból katasztrófák, társadalmi katasztrófák. Ezt ők remekül csinálták, olyannyira, hogy az egész kínai történelem 3000 éve korszakolhatatlan. Nincsenek változások, óvták a változásoktól. Mi meg ugye sürgettük a változásokat, mert mindig azt hittük, elhittük magunkról, hogy valami jobbat tudunk hozni a régi helyett, a régit aztán félretettük, kiiktattuk, pedig azért voltak használható elemei minden elképzelésnek. Na szóval ilyenféle kicsit csendesebb életvezetési módot és bölcsebb meglátást, hát a változásoknak valamiféle türelmesebb, nyugodtabb, bölcsebb kezelését tanulhattuk volna el tőlük, ha odafigyelünk. Na hát ennek az oka az, hogy a régit máig nem értjük, de már nem is nagyon vagyunk kíváncsiak rá, sajnos, pedig a mostani igen gyors változások és meglepő változások között, hát nem ártana, ha lenne néhány bevált válságkezelés vagy változás kezelési módozatunk. Hadd idézzek egy igen nagyra becsült sinológust, Tálas Barnát, aki nem olyan régen hagyott el bennünket, Isten nyugosztalja. Volt szerencsénk egy hosszú beszélgetésben taglalni néhány tapasztalatát 9 évtizedének, és az egyik nagyon érdekes gondolata az volt, hogy ő a maga részéről úgy látja manapság, hogy globálisan talán a 1,5 milliárdot megközelítő Kína az, amely talán tud mutatni egy olyan modellt, társadalmi modellt, amely mások számára is alkalmazható. Engem meglepett ezzel a gondolattal, de a tapasztalat az igen erős, és ha ő erre a következtetésre jutott, akkor gondolom, hogy nem véletlenül tette. Ehhez mit szólsz? Megpróbálom nagyon röviden elmondani, hogy mi lehet e mögött, mert fontos. Jaj, de jó, hogy szóba került. A régi kínai gondolkodás és filozófia és az erre épülő életvezetési gyakorlat viszonyközpontú volt. Csak a viszonyközpontúság, az emberi viszonyok és a nem emberi világgal való viszonya az embernek érdekelte őket. Azt mondták, hogy ha a viszonyaink rendben vannak, ha békében élek magammal, meg másokkal, a társakkal, meg az egész univerzummal, akkor van jól megoldva az életem. Na most a viszonyközpontúság bizony óriási hiány a nyugati gondolkodásban. Mi önmagunk tökéletesítésével voltunk elfoglalva az újkorban legalábbis, de tulajdonképpen a kezdetektől. Az önmagunk tökéletesítése pedig oda vezetett, hogy tényleg eléggé jól meg tudtuk, vagy tudjuk ma is csinálni magunkat, de együttműködni kevéssé tudunk. És bizony csak nézünk egymásra megint, most már egy szűkebb körben is, tehát nem csak a keletiekre, a régi keleti gondolkodás elveire, elméleteire, hanem egymásra is. Tökéletesek vagyunk, de egymással mégse tudunk mit kezdeni. Tegyük fel, ha tökéletesek vagyunk, és nem tudunk együttműködni, akkor hiába vagyunk tökéletesek. Na, hát a viszonyközpontú filozófiai gondolkodásra
államelméletekre, gondolhatott Tálas Barna, mert mindig ez érdekelte őket. Első helyen mindig ez, hogy hogyan tudunk mi együtt élni. Lássuk be, a nyugati világ nem túl sok jól használható együttélési gyakorlatot gondolt ki, teremtett, hozott létre. Majdnem mindegyik csődöt mondott. Ők 3000 évig csak csiszolgatták. Nem mondták azt, hogy van itt valami, ami velejéig romlott, és nem kell, hanem én itt vagyok, vagy te itt vagy, és tudunk valamit, ami tökéletesen megoldja minden eddigi gondját, az együttélése, az emberiség, a fajtánk együttélésének. Ilyen sosem volt, hanem mindig a legkisebb változásokkal szemben őrizték meg a békét, a békességet, az együttműködés csiszoltabb, szelidebb, puhább formáit. Na, ezeket kellett volna ellesnünk, vagy még most is el lehet lesni a régi irodalomból. A kínaiak persze előnyös helyzetben, vagy előnyösebb helyzetben vannak. 3000 évet nem lehet teljesen kiiktatni a gondolkodásból, a szemléletből. Tulajdonképpen ez okozza azt, amit mi lassúságnak nevezünk, az ő életvezetésük, egyáltalán a döntési körülményeik, módozataik esetében. Nem, ez egy többértékű logikai rendszerben való gondolkodást jelent, minden esély számításba vételét jelenti, mint egy jósakkozó mindenre gondolok, hogy a másik mit léphet arra, amit én mondok, gondolok, csinálok, és ezekből származó konfliktusok számbavételét is jelenti. Na, a megoldások elkerülésének számbavételét is jelenti. Ennyire együttműködő, ennyire viszonyközpontú volt a régi kínai gondolkodás, akár a magánélet kérdéseit tette fel magának, akár államelméleti kérdéseket. Ebből származik az, amit egy másik, sajnos mostanában minket itt hagyott jeles sinológus, Juhász Otto mondott, a régi kínai társadalom szerinte a legemberibb társadalom volt, ami valaha a földgolyón létrejött. És ez is a viszonyközpontúság miatt. Mindenben valami viszonosság létezik. És ha csak magamra gondolva építkezem, akár nagyon ügyesen és hasznosan és eredményesen, és nem veszem számításba ennek a művelet sornak, amit magammal elvégzek, a különböző kihatásait, következményeit, akkor könnyen ütközünk egymással a legjobb szándékkal is, és bizony sebeket kapunk, és el is vérezhetünk. Tehát az, amit szóba hoztál, te Tálas Barnát említve, én Juhász Ottót, a régi nagyokat, bizony ebből eredeztetem, hogy a viszonyközpontúságnak egy olyan minden helyzetben figyelembe vett, koncentrált használata volt az együttélés minden helyzetében, minden élethelyzetben, ami megóvta őket, és megóvna minket is a súlyosabb konfliktusoktól. Nem állhatom meg, hogy bár nem aktuál dolgokról van szó, hanem tényleg alapvető történelmi összefüggésekről, de ezzel a háttérrel, ezzel a szellemi töltettel, értékrenddel, több ezer éves kultúrával viszonyulnak az olyan dolgokhoz is, mint ugye a jelen pillanatban zajló hongkongi hatalmi játszmák, egyéb ugye
globális ütközések, tehát ezeket így lehet értelmezni? Jelen van, valóban jelen van a mai kínai belpolitikában és külpolitikában is. Az erejüknél sokkal mértéktartóbban, megfontoltabban, visszafogottabban vannak jelen a világban, az egész világ külpolitikai állapotában, vagy világállapotban, nevezzük így, mert tudják, hogy mennyi az elég, pillanatnyilag ennyi elég, a több már konfliktusokhoz vezetne. Az már az önérvényesítésnek egy általuk veszélyesnek tekintett mértéke lenne. Igen, 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 jelen van a mai világban. Hát ez a szelídség, ez történelmileg is jelen volt, nevezzük szelídségnek, vagy megfontoltságnak, de akár Forténak is nevez, akkor is jó, nagyon jó, mert az eredménye a békesség. Ez egész történelmük során jelen volt, nem hódítottak. Nem hódítottak. Akik többnyire hódítottak, azok idegen dinasztiák voltak, többnyire a nomád dinasztiák, akik betörtek Kínába, letaszították a kínaiakat a trónról, és beültettek egy nomádot, aki persze nagyon gyorsan kínai módra kezdett gondolkodni, de amíg nem vette át, nem asszimilálódott, addig bizony a nomád mentalitással, az expanzív gondolkodással uralkodott, és ők hódítottak. A kínaiak nem. Ők azt mondták, hogy elég, elég annyi, amennyi itt van nekünk. Ez okozott aztán minden bajt, ugye például nem akartak kereskedni a nyugati világgal, amit aztán az ópium háborúkkal bosszult meg Anglia és Franciaország. Na szóval ebből sok minden baj származott, mert ezt a fajta visszafogottságot nem tűri a nyugati mentalitás. És ebbe a történelmi Lego építménybe jól illeszkedik az a mostani történelmi Lego, hogy tudnilik az alkotmányban definiált módon kommunista diktatúra van Kínában? Az mindegy. Ezzel ők soha nem foglalkoztak. Ugye ez volt az, amiről azt szoktuk idézni, azt a Mao mondást, sok van, amit még máig emlegetünk, hogy mindegy, hogy a macska milyen színű, csak fogja meg az egeret. Ugye? Hát nem érdekli őket, hogy nevezik, teljesen mindegy valóban. Ha megfogta az egeret, és megvan a vacsora, akkor az egy jó macska. Akkor most egy kicsit vissza evezek egy olyan dimenzióba, amely itt a kelet-nyugati gondolkodásnak az összehasonlításához talán egy kapaszkodó, lehet, hogy rosszul gondolom, de ugye olyan alapértékekről szól az, amit említesz, amit elemeztél ebben a több mint 1000 oldalas munkában, amelyeket például mondjuk a bencések a saját regulájukban, a zen kolostorok saját cselekvési iránymutatásaival összevethetően fogalmaztak meg. Tehát, hogy a szellemnek ezek a nyugaton, illetve keleten működő, de végül is egymástól azért mégiscsak elszigetelt alkotásai, ezek hogy hasonlíthatók össze, ha egyáltalán? Úgy hasonlíthatók leginkább össze, hogy az eredményességét tekintjük a különféle elgondolásoknak, a kétféle elgondolásnak. Hová jut a hatékony és valóban eredményes az anyagi világ átalakításában hallatlanul produktív nyugati gondolkodás, és hová jut a visszafogott, tulajdonképpen az anyagi gyarapodást és a gépezetek túlzott alkalmazását kerülő régi kínai. Hát
Az egyik, a nyugati, úgy látom, hogy ebben a hatalmas anyagi gyarapodás célzó törekvésben oda jut, hogy a kultúrát szépen kiiktatja az élet gyakorlatából. A másik pedig éppen félretéve az anyagi világ nagy átalakítási műveletét, a kultúrát őrzi meg és tekinti a társadalom alapjának. Az egyikről azt mondhatjuk, erről az utóbbiról, vagyis a régi ázsiairól, hogy fenntartó szemléletű, a másikról pedig hát azt mondhatjuk, hogy ne legyen igazán negatív, ne bántsuk a nyugatot, mert jó hiszeműen jött létre ez a fajta törekvés, sőt, dicsőségesnek kell neveznünk, csak nem ismert határt, ugye? Na szóval azt mondhatjuk, hogy ez egy tudás alapú és örökös gyarapodást célzó társadalmi törekvés. Nem a kultúrájában, a múltjában és saját életművészi felfogásában és műveleteiben gyönyörködő közösség ez, hanem bizony egy örökké törekvő és másra nem is nagyon figyelő közösség. Ezek a gyakorlatilag emberiségi szintű sors ügyek, sors kérdések vajon hogy jelennek meg, hogy értelmezhetők a mesterséges intelligencia korában? Ugye Lincsi apát mit szólna az AI lehetőségekhez, hogy tudnilik mindaz, amit említettél, ugye nagyon sokszor a racionális gondolkodás, a tényleges mérlegelés hiátusáról szól. A mesterséges intelligencia segít-e? Be lehet-e paraméterezni ezeket a dolgokat úgy, hogy ha esik, ha fúj, jól működjünk? Attól tartok, hogy nem lehet. Ez nagyjából ahhoz hasonlítható, az eféle technicista gondolkodás Ázsiában, ami a marxizmussal történt. Mert ez már egy nyugati importáru. Szóval akármit mondunk Mao Tse-tungról, hogy milyen csúnyán bánt el a népével, kultúrájával, a tibetieket szoktuk ugye emlegetni, mint a marxizmus áldozatait, hát ezt nem a kínaiak csinálták. Ezt a marxizmus tette, egy rosszul értelmezett, hibásan értelmezett, szovjet közvetítéssel érkező nyugati árucik tette Ázsiában. Nem néhány bolond kínai, hanem bizony a nyugati eszme. Na, ez egy kicsit hasonló a mesterséges intelligencia. Ennek az alapjai is a nyugati világból érkeztek, az ez iránt támadt kíváncsiság, és hát ez a mérhetetlen nagy akarás, ami elég gyakran haszontalan, sőt veszedelmes célokat tűz az emberi elme elé. Hát ők is, nem azt mondom, hogy megfertőződtek, de bizony egy kicsit megzavarodtak a technikai gondolkodás nyújtotta lehetőségektől, és ez esetben például úgy gondolom, erősen túllőttek a célon. Mi újság az új generációkkal? Ugye, hogyha előre tekintünk, akkor jönnek természetesen az újabb és újabb generációk, és ami hosszú évszázadokon, akár évezredeken át egy jelentős gond lehetett, hogy tudnilik kínaiul vagy más ázsiai nyelvek megtanulása szempontjából
nagyon kemény korlátokba ütközött a kölcsönös gondolatok megismerése. Ázsiában még mindig talán egy fokkal jobban el tudták sajátítani a nyugati nyelveket, bár ezt nem tudom pontosan, de mi újságban manapság? Létezik egy olyan mozgástér, ami valahol nivelálni tudja ezeket a különbségeket? Attól tartok, hogy nem. Tehát ez a nemzedék már nem emlékszik arra a régi Kínára és régi ázsiai gondolkodásra és életvezetési rendezettségre, nem akarok szabályokat mondani, bár mondhatnánk nyugodtan, amiről ma itt eddig beszéltünk, mi ketten akár itt a világ egyik nyugati pontján. Szóval nem létezik, és nem sokat ígér a legújabb nemzedék szemlélete, abban a tekintetben, hogy a régi ázsiai hasznos elveket majd megismerteti a nyugati világgal, meg saját maguk is talán visszatérnek valamilyen mértékben ezekhez. Azt hiszem, hogy itt be kell vallanunk, hogy ez a kar-karba öltve haladás a történelem láthatatlan következő állomásai felé, és főleg gyanús végállomása felé, vagy aggasztó végállomása felé, ez joggal nevezhető dilettánsok történelmének. Ami ugye a munkádnak a címe. Hát igen, és ezért dilettánsok történelme, mert ezért többes szám, mert már mindketten abba az irányba haladunk, amely nem túlságosan ígéretes. Akkor most talán egy lehetőség arra, hogy egy kicsit derülátóbb hangulatba tereljük ezt a beszélgetést. Nem igen, volt egy egész nem, jó végszó, úgyhogy nekilátunk és keresünk valami derűset. Más. De különben valóban szerettem volna mindenképpen megtudni, mit gondolsz arról az úriemberről, akinek a nevét itt a kőbányai stúdiótól nem messze a kerületnek a központi sugárútja viseli, Körösi Csoma Sándor, a kulturális központot is szobra van Csoma Sándornak, ugye itt Kőbányán, tehát az ő személyisége vajon ugye a evidens értékeken túlmenően a tudós szakemberek számára mit jelent? Nagyon sokat. Azt hiszem, mindenek előtt mintát, bár tudományos eredményei ma is kiválóan hasznosíthatók, használhatók. Ritkán történik meg, hogy az úttörők ne hibázzanak, és nem hibázott. Ő az első, a világon az első ezen a területen, aki ide merészkedett, és egyetlen egy rossz, hibás, téves gondolata nem volt. Szóval le a kalappal, ilyen tekintetben is minta. Minta abban a tekintetben is, legalábbis az én szememben jó lenne, ha többek is átvennék, talán ezt elmerhetem várni. Megint a viszonyközpontúság, amit ő fölismert. Magunktól itt is néhányan látjuk ennek a jelentőségét. Az egész világgal olyan viszonyban tudott lenni, hogy megmaradt. Talpon maradt olyan körülmények között, Ázsia legvadabb, veszélyesebb, minden tekintetben életveszélyes körülményei között, amelyek között ő ugye a 19. század első harmadában gyalog végig sétált sok ezer kilométert. Na szóval ilyen körülmények között csak úgy lehet, hogy empatikusan figyelek a környezetemre. Ő mindenhol úgy öltözött és úgy viselkedett, ahogy a helyiek.
ezért fogadták el, ezért segítették, ezért lett eredményes. Arról nem is beszélve, ezt ugye már nehezebb lenne egy kicsit utánozni, hogy majdnem mindenkinek azon a nyelven válaszolt, amilyen nyelven őt megszólította. Tehát tényleg az a 21 néhány nyelv, amit használt életében, nem is akármilyen fokon, az is segítette ezt az empatikus, nevezzük viszonyközpontúnak bátran, gondolkodást és együttműködést a környezettel, amit én ugye az újkor nyugati történelméből alapvetően hiányolok. Na szóval ő ezért is példakép, és elképesztő, hogy azt is tudta, amit ma kevesen tudunk, hogy a tudomány csak az egyik út a világ megismeréséhez, és az a világ egyik felének a megismerése felé nyit. A másik a művészet. Elképesztő, mit olvasott. Hurcolta még a Himalájában is Dickenst, Ezopuszt, természetesen a Bibliát mindenféle keleti és nyugati nyelven magával, mert hiszen ő ugye azért mégiscsak egy tiszteletes volt, egy végzett lelkész. De ismerte az orosz irodalmat, a görög, a latin irodalmat, persze mindent a saját nyelvén olvasott, mármint az irodalom keletkezésének a nyelvén. Ezt onnan tudjuk, hogy a halálos ágya mellett a ládájában, a Himalája kellős közepén találták ezeket a könyveket, amiket egész életében magával hurcolászott, és tudta, hogy a művészi látás is, bár eléggé kockázatos, és vigyázni kell, főleg a fegyelmezett tudós embernek, hogy nehogy elszálljon a művészi fantáziálásával, de ezt is tudta, hogy meddig mehet el, és nyitogatta ezeket a kapukat is, a művészi látásmód, a költői látásmód kapuit is a világra, ezeken a könyveken keresztül. Úgyhogy én azt mondom, hogy ő egy hallatlanul nagy elme volt, nem a tudomány mártírja, ahogy mondani szoktuk, meg szeretjük, nem tudom miért, sőt áldozata. Nem, egy teljesen normális, nagyszerű ember volt. Nem is lehet róla igazán, mert fel se fogjuk talán. És olyan szerény volt, nem sokat beszélt magáról, tehát ezért például nem is tudjuk, hogy, de én azt gyanítom, hogy egy goethei színvonalú elme volt. És ha ezek ketten találkozhattak volna bizony, mert hát kortársak voltak, akkor lehet, hogy megváltják a világot, hogy valami nagyot és hülyeséget mondjak, vagy túlzást, de ezzel csak a nagyságát szeretném érzékeltetni. Kedves Ári László, szoktál álmodni Licsi apáttal? Előjön néha álmodban egy-egy jó tanáccsal? Hát tulajdonképpen igen. Igen, szóval annyira egymás bőrébe bújtunk, vagy mi történt, szóval tényleg valami olyan szoros rokoni viszony alakult ki, hogy már nem is nagyon tudunk egymástól szabadulni. Örülünk neki. Köszönjük szépen, hogy jöttél, és gyere máskor is. Nagyon örülök, jól éreztem magam. Köszönöm szépen.